A banktörvények módosításától a szerb kormány a pénzügyi rendszer átláthatóságát reméli. Az intézkedések elfogadásával Szerbia még egy lépéssel közelebb kerülhet az Európai Unióhoz. Jorgovanka Tabaković, a Szerbiai Nemzeti Bank kormányzója felszólalásában kiemelte, hogy az elfogadásra váró csomaggal a külföldi befektetők számára is kedvezőbbé válnak a beruházási feltételek. Az intézkedések nagyban hozzájárulhatnak az ország pénzügyi helyzetének normalizálásához. Pošto je plan oporavka dokument zasnovan na samoproceni banke, na Narodnoj banci Srbije da oceni da li je taj plan realan i održiv, odnosno da li bi planirane mere u razumnom roku mogle da spreče da banka dođe u stanje da ne može da nastavi da posluje. A pénzügyi bizottság csütörtökön elfogadta a pénzügyminisztérium, illetve a Szerbiai Nemzeti Bank új törvényalkotási indítványait. Ezek lehetővé tennék, hogy a Nemzeti Bank megelőző lépéseket javasoljon az országban működő bankoknak, és beavatkozzon, amennyiben a pénzügyi rendszer destabilizálódna. Ez egyfajta garanciát jelentene a lakosságnak és a gazdaság egyéb résztvevői számára is. A Nemzeti Bank lépjen, szóval ilyen megelőző intézkedést tegyen, ha észreveszi, illetve a maguk a jelentések alapján, amit a bankok kötelesek adni a Nemzeti Bankba, látszik, hogy a banknak az ügyvitelében gond van, és fönnáll magának a krízisnek az úgymond jelensége, és ő ezen törvény alapján megfelelő lépéseket bír tenni, hogy megelőzze magát a rendszernek az összeesését, összeomlását. Ez eddig nem volt lehetséges, csak maga a csőd eljárás elkezdése után. A bankrendszer áldatlan állapota tette szükségessé, hogy a jogalkotók meghozzák az átalakításhoz szükséges törvényeket. Az intézkedéseket a szerbiai parlament az elkövetkező hetekben vitatja meg.